Két hete az elmúlt évtizedek legnagyobb útfelújítási programját hirdette meg Székesfehérvár önkormányzata. A fiskális út helyreállításáról akkor még folytak az egyeztetések, ám mostanra biztossá vált az Öreghegy ezen fontos gyűjtőútjának teljes felújítása is. Helyreállítás történik meg. A Sára Gyula útfelújítási program keretében valósul meg a fiskális út teljes, azaz mindkét forgalmi sávot érintő útburkolat felújítása, mondta ezt Székesfehérvár polgármestere. A fiskális út felújításához szükséges önkormányzati pluszforrás mintegy nettó 27 millió forint. Ennek biztosításáról a szerdai közgyűlés dönt. Azt gondoltuk, hogy ne várjunk évekig, hogy forrásra, pályázati forrásra és városi őrrészre lehetőség nyilvánuljon meg, és ezt követően kezdjük csak meg a beruházás, és addig áldatlan állapotok legyenek a fiskális úton, hanem tegyük rendbe az útburkolatot, azt ma meg tudjuk tenni városi önerőből, fehérvári vállalkozások segítésével, és természetesen törekszünk arra, hogy a következő években az egyéb kísérő beruházásokat is meg tudjuk valósítani. Fontos feladata a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítése és a járdák felújítása. Ehhez pályázati lehetőségeket keres az önkormányzat. Az útburkolat állapotát azonban addig is szerette volna a város javítani. Csatorna betöltések, amik a korábbi években elmaradtak, ezeket megpróbáljuk most pótolni. A nyílt árkok rendbetételét a közmunkaprogram segítségével végzik el a fiskális úton, mondta el a városgondnok. Bozai István a fiskális út felújításának ütemezéséről is beszélt. Mint elmondta, először a Béla út és a Pozsonyi út közötti szakaszon zajlik a kivitelezés, amit helyi cég végez. A szennyvíz csatornázási munkálatok befejeztével pedig indul az út helyreállítása a Pozsonyi út és a Budai út közötti szakaszon. Októberre kell elkészülni a teljes csatorna beruházásnak, mindig a csatorna építéssel párhuzamosan tudunk csak haladni az útépítéssel. Ez azt jelenti, hogy ezt a kiegészítő útépítést is mindig a csatornával együtt haladunk. A kivitelezés több ütemben történik, amelyek során a fiskális út érintett szakaszait egyirányosítják majd. A burkolat teljes felújítása várhatóan októberre fejeződik be.